Jó reggelt kívánok, 2024. június 11-én, kedden. Jó hírem az iskolásoknak, hogyha minden igaz, és jól számoltam, akkor holnap már írjuk a felkiáltó jelet a vakáció szóból a táblára. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy a te irgalmad minden reggel megújul, és a te kegyelmed napjainkhoz napokat told. Ha te itt tartasz bennünket a földi életben, annak oka van, azért, mert használni akarsz bennünket ott, ahol vagyunk. Kicsiben és nagyban, gyerekként vagy felnőttként. Add urunk, hogy hűséggel tudjuk elvégezni mindazt, amit ránk bíztál, és tőlünk tehető legjobb tudásunkat adjuk. Ezen a mai napon is így légy velünk. Add, hogy ne a megfelelési kényszer vezessen bennünket, hanem az irántod való hála és szeretet, mert te előbb szerettél bennünket, és ezt abban bizonyítottad meg, hogy az Úr Jézus Krisztust már akkor elküldted és odaadtad értünk, amikor mi még bűneinkben voltunk. Köszönjük ezt a kegyelmet, ezt a szeretetet. Kérünk, hogy most is így fordulj felénk. Ha jónak látod, Szent Lélek Isten, légy közöttünk is, szólíts meg a te igét drága üzenetével. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. A mai napra rendelt új szövetségi igeszakaszt olvasom. János mennyei jelenésekről írott könyve 19. részéből az első 10 verset a következőképpen. Ezek után hallottam, mintha nagy sokaság hatalmas hangon szólna a mennyben, Halleluja, az üdvösség, a dicsőség és a hatalom a mi Istenünké. Mert igazok és igazságosak az ő ítéletei, mert elítélte a nagy paráznát, aki paráznaságával megrontotta a földet, mert számon kérte szolgái vérét, mert számon kérte kezéből szolgái vérét. Még egyszer mondták, Halleluja, felszáll a füstje is örökkön örökké. Ekkor leborult a 24 vén és a 4 élőlény, imádták Istent, aki a trónon ül, és így szóltak. Ámen, halleluja. És megszólalt egy hang a trón felől. Dicsérjétek Istenünket, ti szolgái mindnyájan, akik féritek őt, kicsinyek és nagyok. És hallottam valami nagy sokaság hangját, amely mintha valami nagy vizek zúgása és erős mennydörgés hangja volna. Halleluja, mert uralkodik az Úr, ami Istenünk a mindenható. Örüljünk és újjongjunk és dicsőítsük őt, mert eljött a bárány menyegzője, felkészült menyasszonya, és megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba. Ez a gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti. Így szólt hozzám, írd meg. Boldogok, akik hivatalosak a már a bárány menyegzőjének vacsorájára. Ezt is mondta nekem, ezek Isten igaz igéi. És leborultam a lába elé, hogy imádjam őt, de ő így szólt hozzám. Vigyázz, ne tedd, szolgatársad vagyok, és testvéreidé is, akikben megvan Jézus bizonyságtétele. Istent imádd, mert a Jézusról való bizonyságtétel a prófétaság lelke. Amen. Kedves testvérek, hadd kezdjem a végével. A Jézusról való bizonyságtétel a prófétaság lelke. Felszokták tenni a kérdést, főleg kisegyházaknál, hogy hát hol van a profétálás, van-e még ma profétálás, itt a, ezek a vén régi óegyházak, ezek miért nem profétálnak? Hát azért, mert valahányszor Jézusról teszünk bizonyságot, akkor profétálunk, hiszen ő az, aki eljövendő, akit visszavárunk, aki ítélni fog élőket és holtakat. Felkínálja a kegyelmet, de figyelmezted az ítéletre, és ez önmagában is profécia. Aki Jézusról tesz bizonyságot, hiszem és vallom, hogy prófétál. A mennyei jelenésben egyrészről egy csodálatos kórus jelenik meg, ahogyan dicsőítik és magasztalják Istent. Legalább 4-szer fordul elő ez a kifejezés, hogy halleluja, halleluja. Ez azt jelenti, hogy áldjátok, dicsőítsétek, imádjátok Jahvét, áldjátok az Urat. Hogyha valami örömteli dolog ér bennünket, vajon tudjuk-e ilyen felkiáltással tudomásul venni, hogy halleluja, hogy Istené legyen a dicsőség, hogy őt áldja mindenki. Halleluja. Én mondanám egy kicsit magyarosabban, hála lúja. Igenis lehet hálát adni Istennek, mert van miért.
Amikor a sokaság kicsit közelebb jön, akkor ismét megismétlik ezt a halleluját, és azt mondják, hogy örüljünk és újjongjunk, mert eljött a bárány menyegzője, felkészült menyasszonya, és megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyógyba. Aki volt már esküvőn, az tudja, hogy ott általában az öröm az, ami dominál. Mi is erre készülünk. Erre a lagzira, erre a mennyei nászra. Amikor, hogy is van, ki a vőlegény? Egyértelmű, hogy az Úr Jézus Krisztus. De ki a menyasszony? Az egyház. Azt olvassuk, hogy mindazok, akik be vannak írva az életkönyvébe, mindazok, akik a láthatatlan egyházhoz tartoznak. Az egyik énekünk eléggé szépen fogalmazza meg ezt, amikor azt mondja, a győzedelmes egyház urával egyesül. Azt kívánja az apostol, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy szeplő, vagy bármihez hasonló. De ha megnézzük az egyházunkat, vagy a saját életünket, akkor meg kell, hogy valljuk, hogy nem tökéletes. Van rajta folt is, ránc is, szeplő is. Ő mégis szeret minket. Mert a vérével képes megtisztítani, mert felkínálja azt a fehér ruhát, aminek a birtokában be lehet menni ebbe a mennyegzőbe. Emlékszünk még a királyi mennyegzőre, Jézus példázatából? Amikor ruhát adnak, mennyegzői ruhát azoknak, akik bemehetnek, és akin nincs ilyen, azt kiküldik. Van egy kedves gyermekének. Királyi gyermek vagyok én, van hófehér ruhám. Neked van már, nekem van. Mert aki megtért, átadta az életét, az megkapja kegyelemből ezt a fehér ruhát. Szégyellem, amikor ezt összekenem, rajtosodik, kopik, de az Úr Jézus mindig megjavítja, mindig megtisztítja. Boldogok, akik hivatalosak a bárány mennyegzőjének a vacsorájában. Ez a boldogság már itt a földön elkezdődik. Akkor, ha meg tudom valósítani az ő szeretetét. Hadd hozzam ide azt a példát, ami sokak számára ismerős, mikor a kisgyermek megkérdezi, hogy milyen lesz a pokol, nagymama, hogy képzeled el a poklot? És erre azt mondja, hogy hát fiam, úgy képzelem el, hogy van egy hatalmas nagy asztal, ahol rengeteg sok ember ül egymással szembe. Az ételek roskadoznak a finomabbnál finomabb falatoktól, mindaz, ami csak a kedvenced és amit csak igazán szeretsz. Csak van egy kis gond. Minden embernek a kezéhez egy méteres villa meg egy méteres kés van hozzá kötve, úgy, hogy csak könnyékből hajlik, csuklóból nem. És ezért nagyon bénáznak. Amikor elkezdődik az étkezés, jelt adnak, mindenki próbálná valahogy a szájához vinni a finomabbnál finomabb falatokat, de az egyméteres késsel és villával nem sikerül, végül már idegesek lesznek, és összekaszabolja mindenki egymást. És csak fájdalom van, és hiába ott van előttük az, ami jó lenne, nem tudnak élni vele. Gondolkozik a kisgyermek, és megkérdezi, és nagymama, hogy képzeled el a mennyet? Hát tudod úgy, hogy van egy hatalmas nagy terített asztal. Roskadozik a finomabbnál finomabb ételektől, rengeteg nép ül körülötte. Aztán jelet adnak, és elkezdődik az étkezés. Igaz, hogy van egy kis gond, mert mindenkinek a kezéhez egy egyméteres villa, meg egyméteres kés van hozzákötve, és nem hajlik csak könnyékből a kezük, de csuklóból nem. Viszont amikor elkezdődik az étkezés, akkor óvatosan szedik a húsokat, a sült krumplit, mert megkérdezik a belük szemben ülőt, hogy te mit szeretnél, és egymás szájába rakják az ételt. Végül mindenki jól lakik, és együtt imádják az Istent. A mai napon egy picit próbáld meg nem a saját szádhoz vinni, a saját életedbe hozni a jó dolgokat, hanem egy kicsit átadni abból, amit Istentől kaptál, hogy mindnyájan Istent magasztalhassuk. Halleluja, dicsérjétek az Urat. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, megvalljuk neked, hogy olyan sokszor önzőek vagyunk, és csak magunkra gondolunk. Ez a világ eleve ez diktálja, és sajnos a bennünk lévő eredendő bűn miatt is. Ez az, ami az elsődleges, amikor valamit tenni kell. Te tudod ezt megváltoztatni. Hogy ne az én legyen a középpontba, hanem te, Úr Jézus Krisztus, és a te szereteted által tudjuk észrevenni a másiknak a szükségét, és egy kicsit enyhíteni rajta. Adj nekünk ehhez
nyitott szemet és tenni akaró kezeket, lábakat. Kérünk, így áld meg a mai napunkat. Adj gyógyulást azoknak, akik betegségben vannak. Kérünk, mielőbb te építsd fel őket, és hozd vissza közénk, ha ezt jónak látod. Imádkozunk, Urunk, a gyászolókért, különösen is azokért, akik tegnap veszítettek el valakit. Te légy a vigasztalójuk, te adj útmutatást, hogy milyenkor a teendő. Hadd ragyogja be fénnyel szívüket a te ígéreted, hiszen Úr Jézus Krisztus, te azt ígérted, hogy te vagy a feltámadás és az élet, aki benned hisz, az nem hal meg soha. Kérünk Istenünk, ha jónak látod, te szüntesd meg minél előbb a háborúkat. Ezen a mai napon is te légy velünk, és add, hogy mi is áldássá legyünk. Amen. Együtt imádkozzuk az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Áldott napot mindenkinek!